Lelkes Miklós, Szörnyike Szörnyike Misi csak akkora volt, mint egy nem túl nagy vargánya gomba szokott lenni, de annyi igaz, egyúttal nagyon szűrös. Mamája és papája nála egy gombak alappal magasabbra nőtt, és ők is igen szűrösek voltak. A sok szőr talán ijesztő lett volna, ha egyrészt nagyobbak, másrészt két gomb szemük nem csillog olyan kedvesen, jó indulatúan. A Szörnyike családnak azonban eszébe sem jutott az ijesztgetés. Még az erdei egerek meg a vízparti cickányok sem féltek tőlük. Misit viszont megszólította egy fekete holló, amelyik nem volt arra felé gyakori madár, de azért nem annyira ritka, mint a fehér holló szokott lenni. Én is fekete vagyok, te is fekete. Ez igen szép szín. Én reket hangommal bárkit meg tudok ijeszteni. Te, kis szőrös feketeség, kit tudsz megijeszteni? Én eddig még senkit nem ijesztettem meg, Kellett volna? kérdezte Misi. A szörny azért szörny, hogy féljenek tőle, szögezte le szög nélkül is a nagy fekete madár. Ez a szörny feladata. Ijesz meg valakit. Mond neki, hú, hú. Azt a bagoly mondja, csóválta meg a fejét Misi. Én inkább csak annyit mondok, hú, -hú. ettől bárki megijed. A holló erre nem válaszolt, jobbnak látta elrepülni. Nem szörnyi kemisi miatt, hanem azért, mert meglátta a távolban jön egy ember puskával. Az erdész volt, és nem volt szándékában hollót lőni, de ezt honnan tudta volna a nagy fekete madár? Misi később ugrikával a nyuszi találkozott. Azt mondta neki: Hú! Jó hangosan mondta, erősebben az egércincogásnál, de a nyuszi csodálkozott. Hú! Azt akarod mondani, hú? Hol van már a téli hó, hiszen nyár van? A térről jut eszembe. Köszönöm a répákat, amelyeket akkor adtál. Akkor répát adtam, de most meg akarlak ijeszteni. Ijegy meg! Nekem az a kötelességem, hogy másokat megijesszek. Ezt károkta a holló. Rosszul károkta, vélte Ugrika. Mi barátok vagyunk, és a jó barátok nem ijeszgetik egymást. Később majd lovagolhatsz rajtam a réten. Ezt követően Ugrika elfutott. Nem Misi miatt, hanem azért, mert a távolban meglátta szép farkút, a rókát. Szép farkúnak gyönyörű volt a bundája, de Ugrika nem kedvelte a rókát, mert az többször is ígért neki veres káposztát, de egyszer sem hozott. Becsapta! Ilyen állattól sok minden kitelik. Misi most a rókának mondta. Hú! Miért mondod nekem, hogy hú? Csodálkozott a róka. Meg akarlak ijeszteni, vallotta be Misi. Azt mondta a holló, ijeszgessek másokat. Ez a szörny feladatom. Te nem ijedsz meg tőlem? A róka óvatos volt. Hát, ha valami haszna lehet abból, ha eljátsza meg ilyet. Utóbbi okból megkérdezte. Mit adott neked a holló? Volt a csőrében sajt? Szereztél tőle? Amikor megtudta, hogy a holló semmit sem adott Misinek, akkor a róka elballagott. Kicsit sietősen, mert észrevett egy embert nagy bottal. Nem jó a kézben lévő nagybot, számon kérheti az eltűnt libát. A róka a falu felé vette útját, de már a határban ingyen megijedt egy arra tévedt kopó kutyától. Misi leült egy kerekkőre. A kő kerek volt, de neki nem kerekedett kerekkedve. Nem tud ő másokat ijesztgetni, kicsit sem, hiába hívják szörnyikének. Lám még a hangyák is bátran futkároznak a nadrágján. Arra felé jött a varázsló, kerepesít keresi kerekperec Károly. Megkérdezte szörnyikét, hogy miért búsul. Misi elmesélte. Még a hangyákat is. A varázsló nevetett. Hiába vagyok a bűvös pálca tulajdonosa, a hangyák engem sem hagynak békén. Egy takaró van a hátizsákomban, arra szoktam leülni, de még arra is rámerészkednek. Ha nem tudod mit, elárulom neked, nem is helyes másokat megijeszteni. Hallottad már a híres mesét, amelyiknek az a címe, Piroska és a farkas? Misi bevallotta, még nem. Az jó, ha nem, mondta a varázsló. Ijesztő mese, bár az nevetséges benne, hogy a farkas egészben bekap előbb egy nagymamát, később meg annak a piros ruhás leányunokáját is, a végén pedig egy vadás segítségével mindkettő éppen kiugrik a farkasból, és örömükben a sikeres kiugrás miatt táncra perdülnek. Ebben az erdőben nincs is farkas, de azért én mégis mást ajánlok az ilyen mesék helyett. Gyere, csücsülj be a hátizsákomba, onnan kinézegethetsz, de még kerek sajtot és kerek is találhatsz benne, jó kedvre kerekítőket. Megnézegetheted a hátizsákomból a tájat, mint mamája erszényéből a kis kenguru. Persze, te még nem láttál kengurut. Láttam, vidámodott meg Misi. Képen, a mamám megmutatta, még egy versikét is mondott hozzá. Volt egyszer egy kenguru, azt hitték, hogy elgurul, ám leesett minden áll, kiderült, hogy elugrál. Csuda jól érezte magát Misi a varázsló hátizsákjában. Látott barna erdei békát, sőt, a tavacska partján kedves kis zöld leveli békákat is. A varázsló tréfálkozott. Ha a béka leveli, a levelet legeli? Nem, a nyelvét kiveti, s rajta szúnyog lenyeli. Hopp, a varázsló a fejéhez kapott. Misike, tudja a mamád és a papád, hogy ilyen messzire vagy tőlük az erdőben? Akkoriban még nem volt okos telefon, de a varázsló három szajkót használt fel üzenetéhez, tudassák Misi szüleivel gyermekük hol létét. A három szajkó azonban hétféleképpen mondta el a dolgot. Így Misinek két szörnyet, mamáját és papáját akaratán kívül sikerült nagyon megijesztenie. Jöttek futva, korholták és csókolták. Halára rémültünk, máskor ilyet ne csinálj, mindig mondd meg, hová mégy. Utána megköszönték a varázslónak, hogy értesítette őket. A varázsló honnan, honnan nem, elővarázsolt egy dobozt. A dobozon bájos cica képe volt felirattal, macska nyelv. Ám valójában finom csokoládék voltak benne, ezeket nevezték így. A varázsló hozzátette. Ha a cica nagyon nyávog, fogyasszák-e nyalánkságot, Ám egy-két szemebből elég, s a fogmosás következzék. Megköszönte a szörnyike család az ajándékot, és hazatértek a töltyfa alatti házi kúlyukba. Cicájuk nem nyávogott, mivel nem is volt, de azért az ajándékba kapott csokoládék, amelyeket egy tulipánvirágos díszítésű ládába tettek, hamar elfogytak. Misi mamája tréfásan így fejezte ki csokoládés csalódását. "Csak itt nem rejt már a láda? Elfogyott a csokoláda. Vége.